Miért fontos történelmet tanulni? Legalább három oka van. A történelemnek egyrészt van egy kultúra közvetítő szerepe. Ha egy külföldi elénk áll, és azt mondjuk neki, hogy talpra magyar, akkor valószínűleg elég bután fog rám nézni. Nem tudja azt a választ, hogy hi a haza. Ez a mi közös kulturális kódunk. Csak törpe nép felejthet ős nagyságot. Csak elfajult kor hős elődöket. A lelkes eljár ősei sírlakához, és gyújt régi fénynél új szövétneket. Ezért az iskolában fontosnak tartjuk a magyar hagyományoknak az ápolását és megőrzését. Ezért tartunk fenn sokoldalú kapcsolatrendszert határon túli testvériskoláinkkal. Ezért tartjuk a kapcsolatot lengyel testvériskolánkkal. Aztán azért is fontos történelmet tanulni és foglalkozni történelemmel, mert értékeket közvetít. Hazaszeretetet, humanizmust, nyitottságot, európaiságot, kereszténységet. Ezek azok az értékek, amelyekre az iskolában is szeretnénk, hogy diákjaink az életüket alapozzák. A történelem az a tantárgy, amely a legnagyobb hatással van az értékrendszerünk kialakulására. Hiszen milyen alapra építenénk fel a jövőt, ha nem a múltra? Hogyan tanítjuk a történelmet? Mondhatnám korszerűen. Mi is az, hogy korszerű? Mindenfajta technológiai adottság, digitális eszköz természetesen rendelkezésünkre áll. Tanáraink felkészültek, alkalmazzák a csoportmunkát, a játékosítást és mindazt a modern pedagógiai eszközt, amit egyébként lehet és kell alkalmazni. De önmagában ez csak technológia, ez csak eszköz. Hogyha nincsen mögötte egy hit, egy lélek, egy filozófia, akkor keveset ér. Ezért arra törekszünk, hogy mindig ott legyen mögötte az ember, és mindig ott legyen mögötte a vezérlő gondolat. Nem egy idézettel készültem, hanem egy olyan gondolattal, amit sokan lehet, hogy megfogalmaztak. Lehet, hogy nem volt így, de én megpróbálom saját szavaimmal önteni. Hát arról van szó, hogy ha egy közösség megtagadja a saját gyökereit, akkor elveszíti a jövőjét. Ezért olyan társadalmat szeretnénk, és olyan gyermekeket szeretnénk felnevelni magyar hazának, akikben ez a párhuzam, ez az egyensúly a jogok és a kötelezettségek között megvan. A történelem egyebet sem tesz, mint igazabb bennünket, valamennyiünket. Külön-külön, Paul Georgescu. Fontos tehát számunkra az ő egyéni tehetségük kibontakoztatása, de legalább olyan fontos, hogy legyenek felelősségteljes, kötelességtudó és elfogadó hazafiak Magyarország számára. A történelem megszámlálhatatlan életrajzok összessége, Thomas Carlyle.